Sziasztok! Mai Photoshop videómban a csodálatos fehér fogsorral fogunk megismerkedni, avagy hogyan varázsolhatunk fogorvosi beavatkozás nélkül ragyogó hollywoodi mosolyt. Íme a fotó alanyunk, akinek a fogait, fogsorát rendbe kell tennünk, van mit rajta dolgoznunk, azt most elárulom, de ti is láthatjátok. Fehéríteni fogjuk a fogakat, illetve az apró lepedékeket és elszíneződéseket fogjuk eltávolítani. Látható, hogy itt is van egy kis fogkő, illetve lepedék. Először ezt távolítjuk el, és utána fogjuk fehéríteni. Természetesen, hogy a fotónk, az eredeti fotónkat megőrizzük, csináljunk gyorsan egy másolatot a Ctrl-J billentyűk lenyomásával, és ezen a lemásolt rétegen fogunk dolgozni. Először is szóval eltüntetjük ezt az oda nem illő lepedéket, fogjuk a clone stampet, vagyis a klónozó bélyegzőnket, maradhat 100%-on, normál módba, és lágy szélű ecsettel fogunk dolgozni, beállítjuk a megfelelő nézetet, illetve az ecset méretet, alt billentyűvel mintát veszünk, kattintunk, és szépen eltávolítjuk ezt a kis lepedéket. Így mi. El is távolítottuk. Természetesen itt még nem végeztünk, most jöhet a fehérítésünk. Közelítsünk rá a fogakra, majd kattintsunk a Create New Adjustment Layer ikonra a Layers panelunk alján, és válasszuk ki a Hue Saturation lehetőséget a menüből, majd a Master lenyíló részről válasszuk ki a yellows értéket, és a telítettséget, vagyis a saturation teljesen húzzuk el balra, vagyis csökkentjük. Az esetek 99%-ában működik ez a fehérítő eljárás, hogy már nem is kell semmit tennünk, így tökéletesnek találjuk a fogat. Azonban ennél a fotónál látható, hogy maradtak még kis elszíneződések, ami arra utal, hogy bizony vörös árnyalat is van a fogakba, szóval ezt is csökkenteni fogjuk. A yellows helyett most válasszuk ki a red lehetőséget, és egy kicsit a telítettségből vegyünk vissza, amíg ezek a kis fogközi elszíneződések el nem tűnnek. Ezzel így meg is volnánk, de láthatjuk, hogy tönkrevágtuk a képünket, a fotó alanyunknak a bőrszíne nem lett természetes, illetve természetellenes lett szóval. Ezt gyorsan ki is tudjuk korrigálni. Ha megnyomjuk a Ctrl-I billentyű parancsot, láthatjuk, hogy egy fekete maszk mögé rejtette az eddigi kis munkánkat. Elővesszük a brást, vagyis az ecsetet, lágy szélű ecsettel fogunk továbbra is dolgozni, 100%-os átlátszattanság maradhat itt a vezérlősávon. Fontos még, hogy az előtér színünk fehér legyen, hiszen a fekete maszkra fogunk festeni. Ráközelítünk, ezt el is dugom, ezt a kis panelt, és szépen most már át is lehet festeni a fogakat. Arra vigyázzunk, hogy lehetőleg ne menjünk ki a fogból, fehéríteni kívánt részből, de ha kimegyünk, akkor sem ijedjünk meg. Nyomjuk le az X gombot, hogy az előtérszín feketére váltson, és akkor vissza tudjuk festeni az eredeti állapotot. Látható, hogy én itt az ínybe be is mentem. Gyorsan ezt ki fogom én most javítani. Úgyni, vissza a fehér előtérszínre, és akkor átfestjük ezt a fogsort. Óvatosan. Itt a fogközöket, itt ez a kis sárgás elszíneződéseket eltüntetjük. Ez egy egyszerű eljárás, pár perces, rutint kell szerezni, és akkor
pár perc alatt elvégezhető. Persze nagyon sok lehetőség létezik a Photoshopban, hogy hogyan fehéríthetjük ki a fogat, illetve varázsolhatunk hollywoodi mosolyt. De ez egy prima kis megoldás. Úgy, ezzel így meg is volnánk, talán még itt egy kicsit. Úgy. Íme a fog, amit most elkezdtünk fehéríteni, de elvesztette a foga csillogását, szóval mi most ezt vissza fogjuk adni. Itt a Layers panelunkon maradva a fekete maszk mellett kattintsunk erre az ikonra, és most fényesítünk egy kicsit az alanynak a fogain. Szóval a panel tetején a listában, ha váltsunk vissza, ugye masterre maradjon, szóval ez nagyon fontos, hogy itt master elem legyen, majd a lightness csúszkát húzzuk egy kicsit jobbra, és így fényesíthetünk. Egészen eddig elmehetünk, de ez már teljesen természetellenes. Így én ennél a 34-es értéknél megállok. Szerintem ez így teljesen jó. Bezárjuk a kis párbeszéd ablakunkat. Távolítunk, hogy megnézzük, hogy milyen a képünknek az összhatása. Esetleg itt a Layers panelunkon a rétegünk átláthatatlanságát is lehet egy kicsit csökkenteni, hogy ne legyen annyira természetellenesen fehér, de ez így teljesen jó, így 66%-on. És meg lehet nézni, hogy innen indultunk ki, ilyen volt a nőnek a foga, és ilyen lett. Ilyen volt, és ilyen lett. Ha tetszenek a videóink, akkor minél többen iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!